reggeli füstjelek. Szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót a mai reggelen is. Mai reggel az Efézusbeliekhez írott levélből szeretnék egy igét felolvasni. Áldott legyen az Isten és a mi Urunknak, Jézus Krisztusnak Atya, aki megáldott minket minden lelki áldással mennyekben a Krisztusban, aszerint, amint magának kiválasztott minket ő benne a világteremtés előtt. Számomra a legsokat mondóbb részlet ebből az igéből az volt, hogy amint magának kiválasztott minket ő benne a világteremtés előtt. Tehát kiválasztott magának minket Isten a Föld, a világegyetem megteremtés előtt. De miért is olyan sokat mondó ígéret lehet ez számunkra, bátorító ige? Talán sokan vannak a Földön, vagy sokan vagyunk, fogalmazhatunk így is, akik küzdenek különböző jellemhibáinkkal, jellembeli fogyatékosságainkkal, napról napra, munkahelyen, akár otthon, akár bárhol, baráti körben küzdünk ezekkel. Előfordulhatnak kisebb rendűségi érzések, nem? Az emberben, amikor úgy érzi, hogy ő kevesebb, mint más. De ez abból is fakadhat, hogy sokszor elkövetjük azt a hibát, hogy másokhoz méregetjük magunkat. A Biblia sehol nem támasztja alá, hogy ez egy helyes önértékelés lenne, sőt ez egy nagyon negatív dolgba tudja az ember lelkiállapotát fordítani, és tényleg tanácsos is, hogy ne méregessük magunkat másokhoz, de nem csak ezekkel a dolgokkal küzdhet az ember nap, mint nap, hanem a létbiztonságnak az érzésével is, nem? A jelen hibákon túl, hogy ki vagyok én, hogy miért is vagyok itt, hogy mi a szerepem a Földön, vagy hogy van-e valami értékem, hogy jelentek-e valakinek valamit, talán többen is, vagy többünk is megküzdött már, vagy küzd ezzel a problémával. És igazából én arra szeretném most rávilágítani a figyelmünket, ahogy itt az Efézusbeliekhez írott első fejezet is írja, hogy minket ő benne a világ teremtés előtt, tehát kiválasztott minket. Hogy Isten már a születésünk előtt kiválasztott, elhívott minket, és mi választhatjuk az ő követését, mert ő nem abban van a mi értékünk, hogy mit érünk el az életben, hanem abban van a mi értékünk, hogy kihez tartozunk. És Istenhez, Jézushoz tartozunk, és ez adja meg az értékünket. És talán még egy igét szeretnék megosztani veletek. A Róma beliekhez írott 8. fejezet 39. versében azt írja az ige, hogy sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakaszthat el minket az Istennek szerelmétől, mely van a mi Urunk Jézus Krisztusban. Tehát semmi nem tud minket elválasztani Istennek a szerelmétől, szeretetétől, ettől a szeretettől, ahogy ő szeretett minket, és nem azért, akik vagyunk, hanem azért, mert hozzátartozunk. Ő teremtett minket, ő teremtette a Földet, a világegyetemet, mindent, az embereket, minket, téged is ő teremtett. És ez adja meg a mi értékünket. Ez azért is fontos, mert sokszor beleeshetünk abba a hibába, nem, hogy találkozunk egy problémával, ezzel a jellemhibánkkal, amivel napról napra, hónapról hónapra küzdünk, és próbáljuk megjavítgatni, vagy több eredményt szeretnénk elérni, többet dolgozunk, próbálkozunk tenni, változtatni a szokásainkon, de ha megnézzünk egy házat is, amit úgy látunk, hogy javítgatni kell, nem biztos, hogy ez a legcélra vezetőbb, hogyha egy omladozó házban a vakolatot vagy a festést elvégezzük, hanem az alapokat kell megragadni. És mi az alap? Hogy Jézus, Isten szeret minket, szeret, és ahogy Jeremiás könyvében olvashatjuk, örökké való szeretettel szeretlek téged. És talán ezt kívánom nektek, hogy gondolkozzunk ezen minden napon, hogy nekünk nem kell tennünk semmit azért, hogy értékesek legyünk, mert az értékünk abban áll, hogy Isten kiválasztott minket már az a világ teremtése előtt, és örökké való szeretettel szeret minket. Illetve még egy igét szeretnék megosztani zárásképpen, amely nagyon bátorító ige lehet, a 23. Zsoltár, talán többen is ismerjük, ez a jó pásztorról szóló Zsoltár. Ott azt írja a 6. versben az ige, hogy bizonyára jóságod és kegyelmed követnek engem életem minden napján, és az úrházában lakozom hosszú ideig. Tehát mit ír itt az ige, hogy jóságod és kegyelmed? Illetve kiegészíthetjük azzal is, ahogy a Jeremiás könyvében láthatjuk, hogy a szereteted
követnek engem életed minden napján. Tehát követnek minket. Isten velünk van minden nap, látja, hogy mivel küzdünk. Csak azt szeretném, hogy forduljunk hozzá, tőle kérjünk segítséget. Ne mi próbáljuk a házat megjavítani, hanem nem építsünk egy szilárd alapra. Arra, hogy Krisztus értékesnek tart minket. Hogy az Isten értékesnek tart minket. A jelen hibánkkal együtt, és ő azt szeretné, hogy változzunk, és ő akar segíteni rajta ebben. És ezt kívánom, hogy kapaszkodjunk meg minden nap ezekben az ígéretekben, hogy nekünk nincs más dolgunk, csak az Istenre tekinteni, és elfogadni azt, hogy ő szeret minket, feltétel nélkül. Ezekkel a gondolatokkal kívánok nektek szép napot és szép reggelt. Sziasztok!